Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai programbemutató sajtótájékoztatón. Ahogy azt már korábban is mondtam, ígértem, megtettem. Rengeteg emberrel beszéltem az elmúlt napokban. Máskor is szoktam, de most nagyon célirányosan jártam az utcát, és célirányosan beszélgettem az itt élő budapesti lakosokkal. Megpróbáltam megtudni azt, hogy mit gondolnak ők a saját városukról. És hát nem volt nehéz rájönni arra, hogy gyakorlatilag azonosan gondolkodunk. Nem szeretnénk nagyon különbözőt, egy dolgot viszont nagyon szeretnénk. Magunkénak, az otthonunknak érezni ezt a várost. Gondoljanak bele, hogyha az ember azon gondolkodik, hogy mi is a célja az életben, akár egyedülállóként, akár majd családosként, hát szeretne egy otthon teremteni magának. Nem olyan nagy dolog, hogy a tágabb értelemben vett otthonunkat, a városunkat is szeretnénk a sajátunknak, a saját biztonságos otthonunknak tekinteni. Pontosan tudják, hogy mennyire megosztott ez az ország, milyen megosztottságot idézett elő, én szerintem a kormány politikája és stratégiája, és hasonlóképpen megosztott ez a város is. Nem a sokszínűséget használnám most arra, amiről beszélek, hanem inkább a megosztottságot. Nem jó ez így. Érezzük azt, hogy ez a város a miénk, a mi otthonunk. Én azt szeretném, hogy közösen csináljunk egy európai otthont Budapestből. Ezek az elképzeléseim, ezek a céljaim, és azt tapasztaltam az emberekkel beszélgetve, hogy másoknak is ezek az elképzelései és a céljai. De akkor mondom ehhez az intézkedéseket, a konkrét terveket. Szintén, amikor beszélgettem a parkokban, aluljárókban, utcákon az emberekkel, és próbáltam rangsorolni, hogy ki melyik témát, melyik gondot, vagy melyik pozitívumot helyezi elsőként a beszélgetésünkben, az ő gondolkodásának a középpontjába. Hát akkor ez se nehéz kitalálni, hogy először az egészségügyet említette mindenki. És sajnos nem pozitív érzésként és tapasztalásként. Úgyhogy az intézkedéseimmel kapcsolatban elsőként én is az egészségügy területén szeretném majd főpolgármesterként megvalósítani azt, ami a jelenlegi szűk, a kormányzat miatt szűkre szabott kereteink között is megvalósítható. Mert nem minden a pénzről szól, hanem nagyon sok minden a szervezésről, az emberségről. 3 számot jegyezzenek meg az egészségügyel kapcsolatban. 5, 15, 25. Azt szeretném, hogyha 5 percen belül mindenki ebben a városban le tudna foglalni magának egy szakorvosi vizsgálatra egy időpontot. Igen, a szakorvosi hálózat az állami kézben van, abban a fővárosnak sajnos nincs beleszólása, ezen is szeretnénk változtatni. De ma már nem csak az a gond, hogy heteket vagy hónapokat kell várni egy szakorvosi vizsgálatra, hanem órákat vagy akár napokat kell telefonálgatni, mert konkrétan nincs ki felvegye a telefont, hogy egy időpontot foglaljon. A főváros egy ügyfélközpontot fog létrehozni, azt fog üzemeltetni, ami összefogja hálózatban, a városban található szakorvosi rendeléseket és azoknak az időpontját. Központosítva, szervezetten, rendezetten fogja kiosztani, hogy 5 percen belül mindenki legalább az időponthoz hozzájusson. Az sem járja, hogyha az éjszaka közepén gyógyszerre van szükségünk, vagy az ügyeleten felírnak egy receptet, akkor mondjuk egy beteg kisgyerekkel a karunkon elkezdünk csalingázni a városba, hogy hol találunk egy ügyeletes gyógyszertárat. A szakma képviselőivel egyeztetve, az igényeiket felmérve, a szervezésben segítve, a főváros létre fogja hozni azt az éjszakai ügyeleti patikai rendszert, ami azt jelenti, hogy minden lakónak 15 percen belül bármikor egy ügyeletes gyógyszertárat, egy nyitvatartó ügyeletes gyógyszertárat el kell, hogy érjen. A 25 perc pedig arra vonatkozik, hogy 25 percen belül kapjak ügyeleti ellátást. És ez nem csak éjszaka, hanem a nap bármely szakában. Gondoljanak bele, biztos, hogy voltak már önök vagy ismerőseik olyan helyzetben, hogy nem tudták eldönteni, hogy pontosan nagy baj van, amit éreznek a tüneteik alapján, orvoshoz kell menni, mentőt kell hívni, a házi orvos nem tud kijönni, mert napközben ügyel, az a pár házi orvos, aki még praxist tud fenntartani, de nem volt segítség. Lesz, mert hogy megszervezzük azt, hogy egy hálózatba tömörülve a kerületeknél található ügyeleti ellátást, azt a főváros fogja irányítani, és 25 percen belül ki kell derülnie annak, hogy egy budapesti valamilyen betegség tünetekkel rendelkező állampolgár hova kell, hogy forduljon, hol kapjon azonnal ellátást.
mentőt kell hozzá hívni, ügyeletre kell menni, vagy jobb esetben valamilyen fájdalomcsillapítást kell eszközölni. A másik fontos témakör, amit a budapestiek említettek nekem, és ebben is egyetértettünk, az bizony a környezetünket körbevevő kosz, mocsok, piszok. Szebben úgy szoktuk fogalmazni, hogy a köztisztaság kérdése. Itt is három dolgot jegyezzenek meg. Naponta, hetente, havonta. Naponta, hetente, havonta. Naponta fel kell mosni az aluljárókat. Nem olyan nagy dolog ez. És azért mondtam, hogy nem mindig, ha Budapestről beszélünk, akkor nem mindig a milliárdokkal dobálozzunk. Igen, vannak nagy beruházások, vannak olyan közös dolgaink, amelyek milliárdokat igényelnek. De van, ami emberségről, szervezésről és nem túl sok pénzről szól. Az aluljárók felmosása az, hogyha lemegyünk egyedül gyerekkel, mindegy is hogy, de érezzük, hogy ez a miénk ez a város, és nem a mocsokba, piszokba, koszba járkálunk és éljük az életünket, ez szerintem alap. Emberi alap. Otthon, akár önök, akár aki most néz minket és hall minket, gondoljon bele, hányszor mossa fel a padlót? Hát azért hetente egyszer biztos, ha nem többször. Naponta az aluljárókat fogjuk felmosni, hetente az utcákat kötelező felmosni. Ebből nem engedünk, hogy komfortosan érezzük magunkat a városban. És a vállalásom az, hogy havonta pedig 10 a Roncsderbi parkba tartozó BKV buszt elektromosra fogunk cserélni. Igen, ennek van költsége, havi 10 buszt kötelező jelleggel le kell cserélni. Nem fulladhatunk meg a koszban, és nem fulladhatunk meg a mérgező koszos levegőben. Ezek most már nem arról szólnak ezek a történetek, hogy ki tud szebbet, jobbat mondani fővárosi vezetőként, kampányoló politikusként, hanem az életünkről szól. Ha ezeket nem csináljuk meg, ez a város élhetetlen marad, ez a város koszos marad, és ebben a városban a légszennyezés miatt meghalnak emberek. Ez nem maradhat így. Aztán a harmadik helyen, ami a fontossági sorrendet illeti, azt a tapasztalatot gyűjtöttem be az emberekkel és a szakértőkkel beszélgetve, hogy az egészségügy a köztisztaság után a közlekedés jelenti a legnagyobb problémát az itt élőknek, ami miatt nem érzik otthonuknak maguk a fővárosukat. A közlekedéssel kapcsolatban ingyenessé fogom tenni 18 éves korig a BKV közlekedést. Tehát általános iskolásoknak és középiskolásoknak a BKV használata, a közösségi közlekedés használata legyen ingyenes. Ennek van költségvonzata, ezt természetesen kiszámoltuk, és akár a köztisztaságra visszatérve, hogy honnan lesz rá pénz a napi felmosásra, a heti utcatakarításra, hát kérem szépen, a Nemzeti Kuka Holding adja vissza azt a 2 milliárd forintot évente, amit elvett a fővárosi itt élő állampolgárok befizetett szemétszállítási díjából. 2 milliárdot. Követeljük vissza. A közlekedéssel kapcsolatban a 18 év alatti a ingyenes közlekedése, ez körülbelül egy 6 milliárd forintos bevételkiesést fog okozni. Ezt a 6 milliárd forintot vannak ötleteim, hogy hogyan lehet kigazdálkodni. Erről is természetesen a kormányzattal kell tárgyalni. Az sem járja, hogy a fővárosi tömegközlekedésben a kormányzat már évek óta csak ennyi szerepet vállal. Három dolgot említek, ahogy mondtam, minden témával kapcsolatban a közlekedésnél, ugye mondtam, a tömegközlekedés. Amit már elárultam, második pontként az a parkolás és a fővárosi parkolás kérdése. Készpénzmentessé fogom tenni a fővárosi parkolást. Vége annak, hogy a kerületek játszótere legyen a fővárosi parkolás. Egyébként pont ma kaptam egy kedves ismerősömtől egy fotót arról, hogy honnan kapta a pótdíj fizetési felszólítását. Én egyszerűen azt hittem, hogy rosszul látok. A borítékon a bélyegző Malmö, a cég az londoni, és egy német bankszámlaszám van megadva, egy budapesti lejárt parkoló jegy után fizetendő büntetésre. Ezt komolyan mondom. Szóval készpénzmentes parkolás, csak telefonnal tudunk majd parkolójegyet vásárolni ebben a városban. Megoldható, hiszen 12 millió mobil előfizetők országa vagyunk, ma már azt gondolom, hogy ez nem jelenthet gondot.
És a közlekedéssel kapcsolatban a harmadik vállalásom a jövőre megvalósítandó, tehát jövő ilyenkorra nyárra a melegben megvalósítandó kötelező jelleggel a hármas metrónak a légkondicionálása. Nem igaz, ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy a hármas metrót lehetetlenség hűvösebbé tenni, és légkondicionáló készülékekkel felszerelni, ez konkrétan nem igaz. Ennek költségét természetesen pontosan meg kell tudni, ezért már felvettem a kapcsolatot három olyan céggel, amelyek pontos leírást tudnak adni erre a metrótípusra, erre a szerelvénytípusra, hogy hogyan lehet és milyen módon és mennyire felszerelni. Ezek tehát a vállalásaim, ennyit árultam most el önöknek, vagy ennyit mondtam el önöknek, 3x3-at a Budapest programból, az Egyenesen Budapestért programból, amelynek nyomtatott változatát oda fogom adni önöknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak!